Emlékeznek még a Kémperre? Pedig nem olyan rég volt, mármint hogy maga az ügy, hogy egyszer csak megjelent újságban, aztán láthattuk képileg is, hogy Szilvási György több más magasrangú, titkokhoz köthető magas beosztású emberrel együtt állítólag valamilyen állam ellenes bűncselekményben vett részt, akár tettesként, akár felbújtóként. Aztán született ebből egy ítélet már 2013-ban a Debrecenben, ott bizony elítélték az ügy részvevőit, a mai napon pedig mindenkit felmentettek, Szilvási Györgyöt is, aki a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy bűncselekmény hiányában mentették ma fel, vagy bizonyítottság hiányában? Bűncselekmény hiányában. Mert hogy egyáltalán nem mindegy. Bűncselekmény hiányában mentették ma fel, mit tudom én már hányat fokom, mert hogy itt volt... Első. Igen, mert hogy ez megismételt teljesen. Bűncselekmény hiányában, miközben már egyszer ezért a vádban megfogalmazott tételér ön kapott 2 év 10 hónap letöltendőt. A körül. Így van. Mi az, hogy a körül? Már ennyi pontosan volt. Emlékszem. Én emlékszem, 2 év 10 hónap letöltendő. Igen. Amiről ma, tehát Debrecenben ez derült ki, hogy ezért, amit ön tett az ügyészségnek igazából, és 2 év 10 hónapjára, arra azt mondta a bíróság, hogy nem volt, mert hogy bűncselekmény nem volt. Igen. Hát nagyon-nagyon lényeges különbség van a két eljárás között. A történelmi helyzet is kicsit más, tegyük hozzá, mert hiszen ez a vád, hogy is mondjam, fogantatása nagyon nagy mértékben az akkori politikai helyzetből adódott, az akkori kormány ugye 2010-11-ben hatalomra kerülve hatalmat gyakorló kormány politikájából, amelyiknek az volt a lényege, hogy büntetőjogi eszközökkel diszkreditálja a politikai ellenfeleit, és ez tartott elég sokáig, 2013-14-ig biztos. Elszámoltatásra emlékszünk, de ezen túlmenően is. Azt gondolom, ez a mostani eljárás a 2013-hoz képest abban biztosan különbözik, hogy rendkívül részletes volt, minden tényt, minden apró tényt föltárt, minden apró körülményt föltárt, és a helyzet elemzésében, abból a következtetések levonásában is csak és kizárólag szakmai követelményeket tartott szem előtt, más követelményeket, hanem azt gondolom, hogy... A korábbi nem így volt? A korábbi, az biztos vagyok benne, hogy nem így volt. Egy Garambos Lajos vezérőrnagy, ugye 2004-2007 között volt a Nemzetbiztonsági Hivatal a főigazgatója, őt vádolták kémkedéssel, önt akkori titokminiszterként felbújtással, felbújtóként elkövetett kémkedéssel. Egész pontosan Laborsz Sándor volt dandártábornokot pedig, aki a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a főigazgatója volt, kémkedéssel kapcsolatban hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással, és volt egy P. László, ő volt egy cég tulajdonos, aki államellenes bűncselekményekkel vádolta meg az ügyészség. Tehát gyakorlatilag a mai eljárás, vagy a mai tárgyaláson kiterült, vagy a mai ítéletnél, hogy nem volt kémkedés, tehát akkor innentől kezdve okafogyottá vált, hogy a nem létező, hogy nem történt kémkedésnek, akkor nem lehetett felbújtója, és nem volt bűnpártolója sem. Tehát, igen, hogy ez ilyen lavinaszerűen. Miért kellett 2040-ig titkosítani mindent? Itt, hogyha nem is történt meg az államellenes bűncselekmény, meg a kémkedés, akkor miért titkosították? Nekem erről az a véleményem, hogy miután mi többször kezdeményeztük, hogy oldják fel a minősítést, és a titkosítást szüntessék meg, mert semmi nem indokolja, hogy erre azért volt szükség, hogy ne derüljön ki, hogy valójában miről van szó. Ne derüljön ki az, amit én egyébként éveken keresztül sokszor-sokszor elmondtam, hogy itt egy konstruált perről van szó. Ne derüljön az ki, hogy elsősorban politikai célokat szolgál ez a per, amelynek a célja az, hogy a Gyurcsány kormány korábbi első számú vezetőit abban a színben tüntesse fel, hogy azok bűnözők. Most persze nem csak rólunk van szó, mert abban a kontextusban helyezném el, hogy Molnár Gyulától kezdve Juhász Ferencig és így tovább. Milyen kormány volt az, amelynek ilyen politikusai voltak? Na de ha nyilvánosságra hozzák ezeket a dokumentumokat, és mondjuk ön vagy bárki újságíró bele tud tekinteni, azonnal átlátja, hogy ennek semmi köze ahhoz, amit a sajtóban, elsősorban a jobboldali sajtóban a politika segítségével, azt gondolom, véleményem szerint ügyészségi kiszivárogtatással elhitettek arról, hogy mi mit csináltunk. Semmi köze nincs, nem volt a valósághoz, de mégis elhitették azokkal az emberekkel, akik egy picit fogékonyak voltak rá.
És hát várunk el pár évtizedet, hogy mondjuk ezt bárki cáfolni tudja, hogy ez egyszerűen nem volt igaz, amit elhitettek a közvéleménnyel. Hát azért most a bírósági ítéletből azért kiderül, hogy nem volt igaz, mert a bírósági ítélet arról szól, hogy nem volt igaz. Oké, de hát most mi se tudunk az ügy részleteiről beszélni, hogy mi nem volt igaz, tehát hogy persze, hogy eszmert, hogy érdekel, hogy az ügyészség mit állított egyet. Ki volt egyáltalán a feljelentő? Fú, azt nem tudom, hogy titkos-e, hogy nem. Talán nem, mert megjelent, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat tette a feljelentést. Igen, az megjelent a sajtóban. Tehát a Nemzeti Védelmi Szolgálat a sajtó információk szerint mondja így, és akkor biztos nem lesz baj. A Nemzeti Védelmi Szolgálat volt a feljelentő. Hogyha most nem titkosították volna 2040-ig, akkor tudhattuk volna, hogy mit állítottak, mi alapján jelentették fel, majd utána az ügyészség mire jutott a nyomozás során, és miből emelt vádat. Nyilván nem mondhat részleteket, úgyhogy 2041. január 1-én várom szeretettel ide az egyenes beszédbe, hogy megbeszéljük a részleteket, de ezek, ami állítások megfogalmazódtak, azokra milyen jelzőt használna? Abszurd volt, vagy nevetséges, vagy milyen? Nem akarok ötleteket adni, csak nem tudom, hogy miért kell eltitkolni, illetve hát sejtem, miért kell, amit ön mondott, eltitkolni, de hogy ön számára mi derült ki ezekből a szövegekből, vagy ezekből a nyomozati anyagokból? Hát én ugye azt mondtam, most is ezt mondom magam kapcsán, biztosan tudom ezt állítani, hogy konstruált perről van szó. Olyan állításokról, amelyeknek a valósághoz nincs közük, fiktívek, spekulációk, amelyek a vádban megjelentek velem szemben. Ezeket tudom mondani, ez a véleményem, és ezt mindig is elmondtam. Nem, hogy bizonyíték nem támasztja alá semmilyen módon, hanem maga a történeti tényállás, ugye így szokták hivatalosan mondani azt, amire alapozzák a vádat, az is fiktív, az se valóságos. Tehát ez... Konkrétizál, vagy mondok egy példát, hogy mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy milyen jelzőt használna rá. Szóval ami ott megjelent bűncselekmény, több mint gyanújaként, már vádjával, azt most úgy képzeljük el, hogy ha mi láthatnánk, akkor olyan érzésünk lenne, hogy jöttek a ürgebőrbe vart, mint a béka emberek, és átvették a dosszékat Szilvásitól, akinek a laborsz nyomta előtte a kezébe, és gyorsan a szovjet, mint a KGB-sek meg föntről helikopterről nézték. Tehát, hogy ilyen érzésünk lenne, vagy pedig azért egy jól megfogalmazott, kitalált bűnszervezet, vagy nem tudom, micsoda kémkedés volt ott leírva, csak egyszerűen nem volt igaz. Hát... Melyik? Ugye nem tudom a határvonal a titkosság, vagy nem titkosság között, hogy mik... Érzés, mit, tehát mi lenne az érzésünk? Tehát nem mondjam. Nézd, mert az ürgebőr dolog az előjött az ügyvédeinkben is, amikor ezzel foglalkoztak, hogy azért ez megjelenik ebben a perben, de azért inkább arról mondok, hogy egy ténysort, egy eseménysort írtak át oly módon, hogy az ránk húzható legyen, ami alapján vádat lehessen emelni. De ennek semmi köze nem volt ahhoz, amit a sajtóban ön is olvashatott, vagy bárki olvashatott, amit itt a jobboldali orgánumok megfogalmaztak 2011-et követően, semmi köze nem volt hozzá. De mégis mondjuk egy eseménysorhoz kapcsolódik ez, ami aztán föl van öltöztetve az ilyen konstruált perek sajátosságaival. Ugye az megjelent, hogy itt az volt a vád, hogy valami egy olyan céget bíztak meg a Nemzetbiztonsági Hivatal dolgozóinak az átvilágításával, amely cégnek úgy volt orosz befolyása, vagy a cégre orosz befolyás, hogy a cég tulajdonosa, aki szintén vádlott volt ebben a perben, ő valamikor Szovjetunióban tanult, sőt, orosz a felesége. De ennél több nem is derült ki, mint hogy valakinek az volt az orosz kapcsolata, hogy ő Szovjetunióban tanult anno. Hát ez se derült ki, de ezt tulajdonképpen könnyebben el tudom mondani, hogy mi nem igaz, mert ami nem igaz, és ami nem volt a tárgyaláson, a tárgyaláson, az nem államtitok, ugye, ami nem igaz. Most erre azt tudom mondani, amit ön olvasott az újságban, például amiket most idézett, vagy annak kapcsán, hogy MOL, energiaügyek, és így tovább, hogy az egész mire volt jó, nem akarom reklámozni az újságokat, úgyhogy inkább nem mondom, hogy hol olvashatok, de mondjuk elsősorban a jobb oldalhoz, a kormányhoz köthető orgánumok ezek, na azok biztosan nem igazak. Egyrészt logikailag könnyen kikövetkeztető, mert igaz lenne, akkor... És nem is szerepeltek, nem volt a per tárgya. Nem volt a per tárgya. Ha az lett volna, ha igaz lenne, és a per tárgya lenne, akkor államtitok sértés miatt már régen ezek az emberek eljárás alatt kellene, hogy legyenek.
Nem volt ilyen, ez már értem, múltkor is elmondtam. Igen, igen. Nem volt ilyen, egyetlen egy ilyen államtitoksértési eljárás. Következésképpen abban biztosak lehetünk, hogy ezek nem igazak. Ezek, amiket ott el tudott olvasni, lehetett. Készülve tegnap a mai tárgyalásra, azért feltételezem, hogy volt ideje a híreket is áttekinteni. Volt titkosszolgálati miniszterként, mit szól ahhoz a hírhez, hogy gyakorlatilag zsarolással akartak egy magyar újságírót beszervezni? Annyira azt nem tudom, hogy itt ennek mi volt a motivációja, milyen ügyben, milyen ügy kapcsán akarták. A BM valamiféle kémkedést kezdett a közleményében előhozni, amit én azért csodálkoztam, mert az alapcikkben meg semmiféle kémkedése nem volt. Szóval anélkül, hogy ezzel a szakmai ismereteink rendelkezés állnak, azért nehéz állásulni, mert önmagában, hogy hogy szerveznek be ügynököt. Így? Sokféle módszer lehetséges az ügynökök beszervezésére. Hát ez zsarolás. Na jó, de hát most attól függ, hogy milyen ügyről van szó, tehát milyen cél érdekében, ha szabad így fogalmaznom, milyen eszköz a nemzetbiztonsági hivatalt, vagy a szolgálatokat nem nagyon korlátozzák törvények abban, hogy milyen módszereket alkalmaznak, hogyha egyébként meg tudják indokolni, hogy miért térnek el a törvényes, hogy miért volt rá szükség. Nem ismerem ennek a szándékát. Ha az a szándék, hogy kiderítse, hogy ellenzéki újságírókhoz, pontosabban hát független vagy nem kormányközeli újságírókhoz hogyan kerülnek információk, kiken keresztül, akkor ez megengedhetetlen. De mondjuk egy olyan összefüggésben el tudom ezt képzelni, amelyik alapvető nemzetbiztonsági érdeket érint, az ország alapvető érdekeit érint. Marsról meg akartak minket támadni az UFO-k. Na, például. Mondjuk, bár ezt újságíró nehezen tudja föltárni, de... Ha csak nem őt keresték meg az UFO. Hát, ha csak nem. Én de, ezt tudom ugye elfogadni, más nagyon most, nem. Ezt csak most arra mondom, hogy nem ismerem a konkrét ügyet. Úgy egyébként szokatlan, tehát azért azt gondolom, mondjuk hozzáteszem, hogy a miniszterként operatív ügyekkel nem nagyon találkoztam. Tehát az, hogy szerveznek be ügynököt, szándékosan kerültem ezeket a összefüggéseket. Tehát filmbéli élményei vannak erről, és nem miniszterbéli élményei. Igen. Köszönöm. Miniszterként igen sok kárt okozott volna, ha ilyet megismerek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.